Bécsi meló harmadik nap. És hogyha az eddig bemutatott rendkívül sok látványosság után azt hittétek, hogy ez a 144 ezres város már nem tartogat számunkra újabb meglepetéseket, hát akkor nagyon nagyot tévedtetek, ugyanis eljöttünk Közép-Európa legnagyobb gyárépület rekonstrukciójának a helyszínére, a Zsolnai negyedbe. Ami akkor épült, amikor, hát nem is épült, hanem ami akkor készült el, amikor Pécs megnyerte az Európa Kulturális Fővárosa címet, és ilyen hatalmas építkezésekbe kezdtek, és irgalmatlanul sok pénzből egy hatalmas területet kialakítottak, és most ezt fogjuk megnézni. Jó, mondjuk nem ez a legolcsóbb szórakozási lehetőség Pécsen, mert mennyi? 6500 a jegy? Na jó, de ha mindent meg akarunk nézni. Ha mindent meg akarunk nézni, viszont ez egy teljes napos program. És a tanároknak olcsóbb. Tanároknak olcsóbb, diákoknak sokkal olcsóbb. Igen, részben. Na ez, tudod mi? A Fabergé tojás jutott nekem is eszembe róla. Oda bent a Gaudi, ez meg már a Fabergé. Micsoda? Amikor két-három generáció felnő, ez nem ússza meg. De nem. Ez csak a vitrínben bírja? Igen, igen. De nem is akármilyen vitrín. Vitrín? De az embernek van egy képe a Zsolnairól, ami nem feltétlenül egy rossz kép, de hogy itt olyan dolgokkal szembesülünk a 120-130 évvel ezelőtti. 140 évvel ezelőtti Zsolnai kapcsán, hogy az embernek leesik az álla. Akkor egész megható. Megható, de tényleg? Te, hogy egy ilyen magyar érték van, és ez megfelebbezhetetlen érték. Mivel abban a korban vagyunk, hogy ezeket tudjuk értékelni. Nem? Beleöregettünk a porcelánba? Pontosan. 7 évesen nézed, akkor nem ezt gondolod, hanem azt gondolod, hogy... Össze lehet törni, össze lehet törni. Micsoda megtartozik, mit kérsz? Igen, megvan, amit kérek, gyere. Igen. Ez nagyon. Ahogy a lány hányik a kútba? Nem hányik, hanem iszik szerintem. Persze. Máshogy nézem most a Zsolnaira, mint amikor bejöttünk ide? Hát igen, mert megszoktuk azt, ami ugye azért egy pár otthonba fellelhető, bizonyos típusú váza, meg tányér. De hogy ilyen intenzitással, igen, de hogy ilyen, meg ilyen színekkel, szóval, hogy az az elképesztő, hogy az ember fejében élnek olyan művészek szerte a világban, akikről tudjuk, hogy menők. Szóval akár merre mész, hogyha a Gaudit megemlítik, akkor azt mondják, hogy persze menő. Hogyha a Klimtet megemlítik, akkor ő is menő, de közben meg... A Zsolnairól nem jutott volna eszembe, hogy ő nem, pedig, menő. Hogyha most itt megnézed ezt a múzeumot, és mindazt, amit bent látsz, és mondjuk ebben azért az említett művészeknek az életműve is valamilyen módon felbukkan, de hogy egy nagyon-nagyon eredeti előadásban, és ez az Eonit, vagy mi ennek a neve? Eozin. És ez az Eozin technika, amitől ilyen csillogóvá válik minden, meg és ami... Ez a zöldes szín, és ami nagyon-nagyon menő volt egyébként 100 évvel ezelőtt is, szóval azt tegyük hozzá, hogy az, amit a Zsolnaiék csináltak, az az 1800-as években, az egy generáció alatt jutott el odáig, hogy na, csináljunk valami más, mint kőedényeket, szóval innentől odáig, hogy mindenféle világkiállításon ők voltak a legnagyobb sztárok, például Párizsban. Többször is, szóval, hogy volt egy olyan párizsi világkiállítás, ahol konkrétan 3000 darab Zsolnai volt kiállítva, és hogy mindenki odament, és hogy mindenki Zsolnait akart vásárolni, és Amerikától Oroszországon, Franciaországon át, mindeddig, akármeddig csak nézünk, mindenki Zsolnait vásárolt, és hát nyilvánvalóan utána aztán jöttek azok az évek, amik a teljes magyar ipart hazavágták, szóval az első világháború, aztán utána a gazdasági válság, aztán a második világháború, aztán utána meg az államosítás, szóval azért ez nagyon sok rosszat tett a Zsolnainak, és hát el is tüntette a világ szeme elől, szóval igen. Elfelejtkeztek arról, hogy itt olyan értékek vannak, amik a világ bármely pontján megállnák a helyüket, és amit lehet korban mutogatni. Szóval, hogy az olyan dolog, hogy itt van ez a tök jó Zsolnai negyed, de hogy miért nincs itt 1 millió külföldi, mert még nem lehet utazni talán. De hogy itt kéne lenniük, és ezt látniuk kéne, és hogy miért én is most döbbenek rá arra, hogy a Zsolnai ennyire nagyon-nagyon menő. De nem, ebbe kéne sok pénzt törni, hogy valahogy a világ közvéleményével tudatni, hogy szerintem itt ilyen ebbe, van. Ebbe befektettek. Én ezt értem, de gondolt, hogy egy átlag francia hallott erről. Mert arról, hogy van Gaudi, arról hallott, meg arról is hallott, hogy van Klimt. De hogy erről tud egy átlag francia? Nem tudom, ne beszéljünk a franciák nevében, nem tudjuk. Jó, de egy átlag magyar se tud róla. Hát, hogy tudna akkor, mondjuk akkor egy átlag olasz, vagy nem tudom, hogy honnantól kezdve nem problémás neked a nemzet megnevezése. Egy átlag etruszk, tessék. Semmit nem tudnak az etruszkok erről. Igen. Na, az szégyen. Na jó, valahol megjöttünk, tehát hogy viszontlátásra. Annyi, Bóbit a Bábszínház, erre van a kesztyű. Azt én meg akarom, a kesztyűt mindenki. Na
egy krokodilbőr kesztyű, az alja pedig szarvasbőr. És ő mennyibe kerül a piton kesztyű? 120 ezer forint körül. Na. És ő micsoda? Struc. És az mit szólsz, hogy a fél dzsungelt lemészárolták? Az a királykékes, az nincsen ebből? Vagy amit a hölgy most csinál, azt kérd el. Jara, jelentkezz is bevevőként. Újabb felismerés, szóval, és lehet, hogy ez is a kóra jön, de az ember egyszer csak elkezd rajongani azért, hogyha valami magyar, és mégis világszínvonalú, és megvolt ez a kerámiáknál, és megvolt most a kesztyűknél is, és Dóra annyira lázba jött, hogy elhatározta, hogy mindenféleképpen akar vásárolni magának egy pécsi kesztyűt. Ez egy gyerekkori álom megvalósulása? Mindig szerette a kesztyüket. Az egyetlen probléma az, hogy nincs abban a színben, amiben nekünk tetszene, és Dórának azt tetszett meg, amit a hölgy készített ott bent. Úgyhogy most innen a shopból visszamennek a manufaktúrába, és megkérdezik, hogy meg lehet-e azt venni, ami most készült, és nekem úgy tűnik, hogy meg lehet, mert hogy már jön is a kesztyű. Tényleg? Ez konkrétan az a darab, amit az előbb láttunk készülni? De ez már el is készült? Nem, de azt mondta, hogy gyorsan meg tudják patentolni, illetve ki tudják csinosítani, hogyha igény van. Ez egy hét és feles. De ez mit jelent a kicsinosítás? Hogy felhúzzák a ravasra, amit az utolsó fázisnál láthatok, és akkor ilyen 70-80 fokra felmelegítik, és így kvázi, mint egy vasaló úgy működik. Mehet a vasalás. Hát ez lehet mondani, hogy ez neked készült. Most szeretném be is jöhetsz a manufaktúrába, és jó. Tudom, szuper. YouTube-ra csináljátok? Aha, igen. Szoktalak nézni csak azért. Köszönöm szépen! És még meleg! Na hát végül akkor bejöttünk ide körülnézni, és vettünk egy kesztyűt. Hát de nem csak hogy vettük, hanem elkészítették a végét. Ez már nagyon kellett. Igen? Igen, mert ebbe tudom vezetni. Én is akartam mondani, hogy egy kesztyű így júliusban, az nem, már nagyon-nagyon kellett. Ebbe tudom vezetni az autódat. És megy a Cabrio színéhez. És tök jól megy ez a sárga ruháza, amit szintén Pécsen vettünk. Nem tudom, hogy mivel lehetne még gazdagítani a ruhatárat. Egy váza hiányzik. Így van. Egy zsónai váza még kellene. Hát figyelj, bemegyünk, és aztán szaladunk. A kis kesztyűdben úgy sincs új lenyomatod. És miután a zsónai termékek világhírűek lettek, vagyis hát azzal párhuzamosan nyilvánvalóan Magyarországon is mindenhol megjelentek a zsónai kerámiák. Ott vannak például a Mátyás templomon, az Iparművészeti Múzeumon, a Magyar Állami és Földtani Intézeten, a Kecskeméti Városházán, az Országházán, az új műcsarnokon, sőt, abban a szállodában, ahol megszálltunk Pécset, ott is találhatóak zsónai kerámiák. Egyébként egy csomó izgalmas dolog található még abban a szállodában, gyönyörű az egész hatalmas termekkel, és olyan, mint hogyha egy ilyen 1920-as szecessziós filmbe kerültünk volna vissza. Na szóval ott is van zsónai kerámia. Na, és ez pedig a zsolnai mauzóleum, ami a gyár alapító, hát igazából nem alapító, de Vilmos volt az, aki felfuttatta a gyárat, és egy világhírű céget készített belőle, szóval, hogy neki meglehetősen... milyen volt? Na, milyen? Mindjárt mondom, milyen volt. Szóval, hogy ő elég jó lehetett az image építésben, mert amikor meghalt, akkor az természetes, hogy szomorúságot okozott ez a családjának, viszont az talán már nem hétköznapi, hogy egy ekkora mauzóleumot építettek neki, és hát ez hosszú időn keresztül készült, szóval valószínűleg nem voltak felkészülve Vilmos halálára, mert hogy 10 évvel azután, hogy meghalt, adták át a mauzóleumot. Azért érzed, nem a szabadkaműves hangulatot? Ó, ez nagyon-nagyon durva. Vagy az Illuminátit. Képzeld el ezt a környezetet, képzeld el, hogy hozzák az onkoporsóját, vagy valami ilyesűben volt benne. A gyármunkások itt állnak két oldalt, égetik a lámpát, 4 fiú, 4 leszármazott hozza a koporsót, és hát egy olyan területen vagyunk, ahol minden a zsónaiékról szól, hiszen a zsónai negyed a gyárral együtt az végig itt van mögöttünk egy hatalmas területen. És itt tegyük hozzá, hogy akkor még a világháborúk előtt voltunk, úgyhogy hát a zsónai cég, a zsónai gyár, hát felújították. Nem maradt meg így, fel kellett újítani. Ja. Szóval akkor a zsónai cég az egy ilyen világverő, hatalmas, menő cég volt. Hiszen meglepődtem. Meglepődtél? Napóleonnak van ilyenje Párizsban. De ott voltunk, nem? Aha.
És most már Zsolnai Vilmosnál is tiszteletünket tettük. Ez az eredeti, tehát ezt nem kellett helyreállítani. Ezt kérlek szépen annyira helyre kellett állítani, hogy nem csak Vilmost temették ide, hanem nem is olyan sokkal később szegénynek a fiát is, meg egy csomó másik családtagot is. Aztán jöttek vandálok, kifosztották, ellopták a csontokat, és szétszórták őket a környéken. Vilmos megmaradt, ha minden igaz, de hogy szörnyű állapotok uralkodtak itt, szóval, hogy ezt majd, hogy nem újra elő kellett állítani az egészet. És akkor nem is a háború tette tönkre, hanem a vandálok? Hát ezek úgy összefüggtek egymással, szóval jött a háború, lerobbant a gyár, nem volt pénz már az őrzésére, a családtól elvettek mindent az államosítás során, bejöttek a vandálok, aztán elrontották az egészet. De most már nagyon-nagyon szép. És ha valaki esetleg mégsem jönne ki ide, akkor Zsolnai Vilmosnak Pécsett is, a belvárosban is van egy emlékműve, a Zsolnai kút. Aminek az az érdekessége, hogy azt is a fia adományozta a városnak, ahogy ezt a mauzóleumot. Viszont a város körülbelül 18 évig nem tudott vele mit kezdeni, nem tudták kitalálni, hogy hova kellene rakni, úgyhogy addig pakolgatták ide-oda, és az 1930-as években nyerte el végül végső helyét. Azt is érdemes megnézni. Nagyon-nagyon szép. Ha a halálom után meg akarsz letni valamivel, akkor az minimum ilyesmi legyen. Jól van, csillagom. Tehát ne egy ilyen vacak kis megúszós mauzóleumot. Nem, nem. Képzelj el. Egy komolyra gondoltam. Én így van. Egy ilyen látványos, erőteljes. Lenin mauzóleumát lelinoleumozták. Lenin mauzóleumát lelinoleumozták. Lenin mauzóleumát lelinoleumozták. Lenin mauzóleumát lelinoleumozták. Lenin mauzóleumát lelineumozták. Nem, ez nem így. Lelineumoz. Ér ez ennyit? Na menjünk enni. És most felmegyünk a mecsekbe, vagy legalábbis a tetjére. Szóval, hogy itt a Pécs körüli dombokba. Letekintünk a városra, és közben ebédelünk, ha van kedved. Van, van. Nevezessek én az új kesztyűre? De mindenféleképpen akartam javasolni, hogy kabriós vezetés, piros kabriós vezetés mostantól kezdve csak kék női kesztyűben történhet. Linoleum! Linoleum! Le-linoleumozták! Le-linoleumozták! Linoleum! Linoleumom! Le-linoleum! Azt a mindegy! Ez a haltepertő, ezt imádni fogod. Tolján mellé rendes a hagymát, mert én is toltam, és az nem fog ártani. De ezzel a tejföllel... Haltepertő. Ja, fura, a fogasnak van zsírja. Ezek szerint van. Igen, és működik? Működik. Na és örülsz, hogy eljöttünk ide a Havas Boldogasszony templomhoz? De nem ide jöttünk, hanem haladjunk tovább. Abba az irányba. Nézd, és ott van a város. A dzsámival, meg ott van a Székesegyház is, ahol... Hát tegnap a közelben voltunk, pont ott nem, de azért voltunk a Székesegyháznál. Tehát ott lakunk, nem? Ott lakunk, igen. Az ott a városháza. Itt pedig van valahol egy mandulafa, ami az év fája lett 2019-ben, bizony. Azért jöttünk ide, mert 2019-ben volt egy európai évfája választás, és elég sokan szavaztak, nem is kevesen, hanem 45 ezer európai állampolgár, és ez a fa, ami itt van Pécs fölött, lett a nyertes. Fölényesen győzött, úgyhogy ez Európa legszebb, legmenőbb fája. Egy mandulafa. Gondolnád? Nem, de hát nem vagyok egy botanikában jártas. Egy botanika esztétikában? Igen. De nem csak a templomot és azt a csodálatos fát érdemes megnézni a környéken, hanem az egész tetjét, ezt a mellettünk található területet, aminek a neve a török
tekke szóból származik, ami dervis kolostort jelent. És azért hívják így ezt a környéket, mert hogy itt volt a dervisek kolostora, akik egyébként a püspöki várba ették be magukat, miután a törökök elfoglalták ezt a környéket, és hát kisebb átalakításokkal tovább folytott a hitéleti munka, csak másfajta hitéleti munkáról volt már szó, és egészen a 18. századig többé-kevésbé meg is maradt az épület olyannak, ami ennek aztán akkor gyorsan romott az állapota, és most már csak a romok vannak meg. Ettől függetlenül, vagy talán éppen ezért egy nagyon izgalmas, kicsit misztikus helyről van szó. És van itt egy rakás borház is. Ezekbe be lehet ülni, lógathatod a lábadat, és közben nézed a várost. Aztán van itt egy nagyon izgalmas Niké szobor is, amit egy Agamemnon nevű szobrász készített a felszabadulás 30. évfordulójára. Szóval, hogy a szovjet felszabadítás 30. évfordulójára. Egyébként ez nem a trójai Agamemnon, vagyis a Trójából is ismert, hanem egy másik görög. Egy Magyarországon élő görög szobrász. És ott van a TV-torony, ami 197 méter magas. Ez a legmagasabb Magyarország épület, 1973 óta, amióta csak elkészült. És 18.000 tonna vasbetonból rakták össze ezt a hihetetlen épületet, amiben egyébként fel is lehet menni. Szóval van benne egy kávézó ilyen 70 akárhány méteres magassággal, viszont hogyha hozzáadjuk a mecseknek a magasságát, akkor körülbelül 500 méteres szintkülönbségről lehet megtekinteni Pécs városát onnan. Ide jöttünk. És mi van itt? Hát kérlek szépen... Szóval van még Pécsen egy csomó minden, amit szeretnék megmutatni nektek, de ezek a dolgok már bezártak, és holnap hajnalban nekünk el kell innen mennünk. Úgyhogy ezek egy későbbi videóra maradnak, és kimaradt a Székesegyház, kimaradt a zsinagóga, kimaradt a Csontvári Múzeum, a Vazarelli Múzeum, kimaradt a csodás Nemzeti Színház is. Pedig ide még sztorim is van, 20 évvel ezelőttől. Meg a... Hát, kimaradt, majd legközelebb elmondom. Ja, ez igen, a meg rész. A következő rész tartalmából, és a Király utca is kimaradt, nem? Forgattunk itt a Sétáló utcában? Nem, ez is kimaradt. Úristen, mennyi minden maradt ki. Hogy lehet ekkora Pécs? Pécs nagyon nagy. Mert csomó minden kimaradt, viszont a török időket azért alapvetően átvettük az előző adásban, és ezzel összefüggésben mindenféleképpen meg akartam nektek mutatni azt, ami ott lengedezik a szélben. Mi az? Szőlő. Szőlő. De milyen szőlő? Valószínűleg a világ legidősebb szőlőtőkéje. Igen, tényleg? Annyira idős, hogy ez konkrétan a török korban lett ültetve, és hogy több mint 500 évesre teszik a korát. És emlékszel, hogy amikor Eger környékén jártunk, akkor elhangzott, hogy 20-30 évig jó egy szőlőtőke, igen. És hogy 50 évnél már azért matuzsálemi kort ér meg. Ez, ha minden igaz, egy 500 éves szőlőtőke. Tényleg? A legöregebb a világon. És az van, hogy bor már nem készül belőle, de állítólag pálinkának kiváló. Hát tehát, hogy a mai napig terem, és lehet belőle pálinkát főzni, persze a csirkéből is lehet, de hogy állítólag jó az a... Hát, hogy tudod, van az a vicc, de hogy állítólag jó pálinka készül belőle. Na és hát az a helyzet, hogy a szállodánk tetőteraszán fogunk elbúcsúzni tőletek, mert a hotel volt olyan jó fej, és felajánlott nekünk egy-egy pohár pezsgőt itt a város felett. Bár gyakorlatilag Pécsen mindenhol a város felett vagy, nem? Akármerre mászkáltunk, mindig egy kicsit a város felett voltunk. De mindenhol nagyon-nagyon jól éreztük magunkat, és tudtuk, hogy Pécs elképesztően jó lesz ez, messze még sokkal jobb volt annál, mint amire számítottunk. Igen. Igen, hát egy csomó mindent beszélgettünk Pécsről, hogy miért nagyon jó, és te most elintézed annyival, hogy igen? Nem, de hát akkor mondjam, hogy én de sorold, igen.
Az, hogy kedvesek az emberek, gyönyörű a város, meghitt a hangulata, ugyanakkor rengeteg ember van az utcákon, tehát nem azon, hogy ilyen üres, kihasználatlan, funkció nélküli helységek vannak, hanem hogy mindennek van funkciója, belaknák a helyiek. Igen. És mindenki jó szívvel beszél róla. És nagyon büszkék a pécsiek a városukra, és az az igazság, hogy ez itt töltött 48 óra után, abszolút érezzük, hiszen ez tényleg a pécsieké ez a város, tényleg használják ezt a város, ezt a monumentális belvárost, ami akár Budapesthez is mérhető, hatalmas, csodálatos épületekkel és távolságokkal van tele, úgyhogy szuperül éreztük magunkat, és tudja, hogy visszajövünk még ide. Egészségetekre. Kedves egészségedre. Egészségedre. Sziasztok!